Szent István napi gulyás főző fesztivál és betyár olimpia lesz a Csetényi Élményparkban augusztus 19-én, munkás feladatokkal, finom falatokkal, jó zenékkel. Tűzsonglőrök, helyi fellépők, Mário a harmonikás és Takács Nikolász gondoskodnak a jó hangulatról. A betyár olimpia csapatjátékaira és a főzőversenyre augusztus közepéig lehet jelentkezni. További részletek a plakátokon és a Halas Média webes felületein. Festett himnusz, ünnepi szentmise keretében áldották meg Gál Mihály alkotását. Zenés hétvége, programokban gazdag hosszú hétvégét szerveznek Mélyikúton. Rangadó a Kánikulában, 8 gól és kunfehértői győzelem a Vármegyei Kupa mérkőzésen. Strandolhatunk, a következő 4 napban is nyitva lesz a Halasi fürdő. Csütörtökön délután a Szent Péter és Pál római katolikus főplébánián Gál Mihály alkotásaiból nyílt minitárlat, majd a Székely himnusz című festményét a Nagyboldog asszony napi szentmise keretében áldotta meg Gyirán Péter káplán. A kiállítás és a képáldás a Pásztortűz Egyesület kezdeményezésére valósult meg. Egy civil eseményen jött velünk szembe gyakorlatilag ez a Székely himnusz festmény, és Kisrabota Sándor atya vetette fel, hogy meg kellene áldani ezt a festményt, mert annyira szép, és nekünk is annyira tetszett egyébként, és ugye Nagy Boldog Asszony napját üljük. Ez a magyarság számára nagyon fontos, ugye Szent István miatt is, Mária országa miatt is, Isten szülő Babba Máriáról emlékezünk meg ezen a napon, és azt gondoltuk, hogy hát fontos lenne akkor ezt a festményt ugye megáldani. Gál Mihály ugye a Pásztortűz Egyesületnek szimpatizása, sokszor részt vesz az eseményeken, és hát szervezője is gyakorlatilag, ezért azt gondoltuk, hogy most érdemes lenne ezzel foglalkozni. Volt már egy Szent Róza kép áldás ugye itt a római katolikus templomba, most pedig elhoztuk ezt a Székely himnusz, mert számunkra ez azt gondolom, hogy fontos, meg a magyarság számára is fontos. Ennek az egésznek a kulturális üzenete is, meg a szakrális üzenete is. Nagyon sokan érkeznek a templomba, meglepően sokan. A közönség pozitív fogadtatása minek köszönhető? Én azt gondolom, hogy ugye ez eleve egy parancsolt ünnep, tehát ennek is örülni kell, hogy jönnek az emberek. Másfelől meg biztosan nagyon kíváncsiak erre a festményre. Én azt gondolom, hogy sokszor lebecsüljük egy kicsit talán az embereket, hogy nem érdekli őket a kultúra, nem érdekli őket a vallás. Én azt gondolom, hogy jó témákat kell felvetni, olyan témákat kell felvetni, ami érdekli az embereket, az, ami a szívükhöz szól, és azt gondolom, hogy a Székely himnusz is, Nagy Boldog Asszony is érdekli az embereket, és ilyen szempontból azért könnyű dolgunk volt a szervezés kapcsán. A Nagy Boldog Asszony napi szentmisén a liturgia része volt a festmény megáldása. A hírek és a megjelent érdeklődők előtt Gyirán Péter káplán mondott áldást. Áld meg ezt a képet, amelyet a boldogságos Szűz Máriának, Jézus Krisztus anyjának tiszteletére és emlékezetére készítettünk. Add kegyelmet, hogy aki ezelőtt a kép előtt a boldogságos szüzet könyörögve éli és tiszteli, az ő érdemeiért nyerjen oltalmat a földön, és örök dicsőséget a mennyben, Krisztus ami által. Amen. A kép a Székely himnusz című festmény születéséről az alkotót, Gál Mihály festőt kérdeztük. Józsa Judit, egy keramikus művész írt ki egy pályázatot a Székely himnuszra. Ez a kép arra készült, de annyira közkedvelt lett, tehát tetszik sokaknak, hogy egy korábbi rendezvényre kivittem, meglátta az atya, és rögtön mondta, hogy ezt meg kell szentelni. Ma a Nagy Boldog Asszony napja, ugye ez éppen aktuális lett. Tehát a Székely himnuszra készült, a kép elemei ugye Nagy Boldog Asszony, az könyörög a Székely himnusznak az egyik verszaka, kéri, hogy segítse meg a Székely népet, hogy ne vesszen el. Itt a képen az áldott állapotban lévő Madonna látható, a kezével emelő mozdulatot végez, a két keze között a Székely térkép van, Székely zászló színeivel kifestve,
és a térkép mellett a férfi és a nő fafaragásos motívuma látható, tehát minden együtt van ahhoz, hogy felemelje, megsegítse a székely népet. Tehát a himnusznak ez a verszaka. Nyilvánvaló, hogy a kép születésének a pályázat egyik alapja, de a festőnek is vannak gondolatai erről. A kettőt hogy sikerült párosítani? Hát a szomszéd plébánián lehet látni majd a kiállítást, nagyon sok képet festettem vallás témájút, különösen szerettem az ikonokat, a bizánci stílusú ikonokat, abból is többet megfestettem. Egyáltalán maga ez a misztérium, ami körbeveszi a vallást, az egyházakat, ez egy szívmelengető jó dolog. Gál Mihály a megáldott képet a jövőben több helyszínen tervezi kiállítani hasonló vallási tartalmú képei társaságában. Nemrégiben adták át a Mékúti Művelődési Sport és Szabadidő Központot, a Mékúti Napok és a Kisszínházi Fesztivál programjainak egyik fő helyszíne lesz az intézmény. Augusztus 17 és 20 között közel 30 esemény várja az érdeklődőket. A Valahol Európában című musical az egyik fő attrakciója az esemény sorozatnak. 20-án kedden lesz látható a Bácska Kincse Turisztikai és Hagyományőrző Egyesület szervezésében. Stábunk a főpróbára látogatott el. Somogyi Szilárd rendező és a színészek nagyon készülnek a díszelőadásra. Úgy jött az egész össze, hogy mertünk nagyon nagyot álmodni, és tulajdonképpen egy musicaltábort szerveztünk a fiataloknak itt Mékút városában, és mindenki lehetetlen küldetésnek gondolta, de itt állunk a küszöbben, hogy a Valahol Európában című musicalt be fogjuk mutatni 36 mékúti fiatallal, és kiegészítve színművészeti növendékekkel, illetve már végzett színészekkel, egy pár emberrel. És hát, hogyha már itt vagyok Mékúton, és ezt a csodálatos intézményt, ezt az impozáns intézményt vezethetem, akkor, és egyébként rendező a diplomám, akkor miért ne fogjunk bele egy ilyen nagy volumenű történetbe, és Kovács Tamás polgármester úr teljes mellszélességgel mellénk állt, és azt gondolom, hogy a Mékúti Napok programsorozata jelen pillanatban, hát embert próbáló, de ugyanakkor nagyon tartalmas, kulturális kalandokban, gondolatokban gazdag dolgot fogadni a helyieknek, és nem csak a helyieknek, hanem nagy szeretettel várjuk Jánoshalmáról, Kiskunhalasról, Bajáról, Bácsalmásról és az egész térségből tulajdonképpen a kedves nézőket. Látogassanak el hozzánk, nézzék meg ezt a csodálatos új művelődési sport és szabadidőközpontot, és lássák meg, hogy milyen csodák lesznek még itt az elkövetkezendő években. Lajdi Zsejke apolka is nagy lelkesedéssel próbál a díszelőadásra. A Valahol Európában című előadást próbáljuk most éppen. Én Suhancot, vagyis Évát játszom. Nekem eddig ez a legnagyobb szerepem, amit valaha játszottam. Egyébként Baján vagyok társulatban a Bajai Féldag Színházánál. Viszont tényleg ez most egy hatalmas élmény, nagyon különleges, hogy két hét alatt raktuk össze igazából az előadást, és még vannak próbáink. Augusztus 20-án adjuk elő az egész musicalt, és tényleg nagyon rövid volt a próbaidőszak, viszont szerintem mindenki belerakott mindent, amit tudott, és a gyerekek is, én úgy látom, hogy nagyon ügyesen dolgoznak. Én már nagyon kicsi korom óta nagyon színésznő szerettem lenni mindig is. Óvodában már kisebb-nagyobb szerepeim voltak, énekelgettem, meg karácsonyi műsorokban játszottam, és később is az iskolámban is színjátszókörös voltam, és utána találtam meg a Bajai Fiatalok Színházát, ahol most is játszom. Én egyébként Mékúti vagyok, és láttam a casting kiírást, hogy lehet jelentkezni az különböző szerepekre, és hát jelentkeztem, és behívtak, és nagyon örülök neki, hogy én kaptam a szerepet. Zsejke úgy gondolja, ez a musical minden korosztály számára szól. Szerintem nagyon megható, és én végig sírom fent a színpadon is, és hogyha nézem, akkor is végig sírom az előadást, és ez a kedvenc dolgom benne, hogy a zene meg az egész történet úgy van összeállítva, hogy nagyon tényleg megható. Sós Máté bátor színész is örömmel vesz részt a darabban, mint mondta, jó a fiatalokkal együtt dolgozni. A musical ez nekem jobban beívódott, azért mert többet foglalkoztam vele, nyilván a film is klasszikus. Nekem ez a nyilván így a hosszú szemszögéből vizsgálva az a tény, hogy egy fiú, egy gyerek, aki világéletében azt kapta a világtól, hogy nem kell, hogy folyamatosan csak eldobták, hogyan tud felülemelkedni ezeken, és hogyan tud végül is egy csapat vezetőjévé válni, akár önhibáján kívül, mert igazából ő csak mondjuk úgy talán idősebb mindenkinél, de végérvényben ő egy vezető pozícióba kerül, és hogy hogyan éli meg azt, hogy milyen az, hogy van családja, és milyen ezt a családot vezetni.
milyen egy apa figurának lenni, milyen egy gyerekre vigyázni. Rögtön mondjuk, nem tudom, 30-ra, 40-re. Én azért szeretem nagyon a gyerekekkel a munkát, mert velük, akár nézőként is, vagy akár szereplőként is az, hogy nagyon őszinték. Tehát, hogyha nekik valami nagyon nem tetszik, vagy valamit unnak, akkor azt ők kifejezik, azt ők nem cenzúrázzák magukat. És ezért nagyon jó nekem, jó visszajelzés akár tőlük az, hogy mennyire tudom megfogni a figyelmüket akár kollégaként. Főleg úgy, hogyha mondjuk meg néző, akkor meg még jobban. Én nagyon szeretek gyerekekkel dolgozni, és így segít gyerek maradni. Talán azt tudnám mondani, hogy... De leginkább ez, hogy segíti a mesterségemet olyan szinten fejleszteni, hogy mennyire tudok hatással lenni. Mélykút 4 napon át sokfajta programmal várja a látogatókat, Somogyi Szilárd szerint lesz látnivaló bőven. Indítottunk egy kis színházi fesztivál bérletet. Ez a kis színházi fesztivál bérlete egy próbálkozás jelen pillanatban, ez lesz az első ilyen, ezt jövőre nagyobbá szeretnénk tenni. Ebben 3 különböző darabot láthatnak a kedves nézők, majd ezt követi a Mélykúti Napok programsorozat keretében a magyar kormány által támogatott Petőfi program keretében az Apostol című musical, amit a Pesti Broadway alapítvány mutat be hozzá nekünk ide Mélykút városába, és az is itt ezen a nagy színpadon fog lejátszódni. És hát természetesen a csúcspont augusztus 20-án a Valahol Európában című produkció lesz. Kánikulában közel 36 Celsius fokos játéktéren kezdődött a Kiskuhalasi FC Kunfehértó mérkőzés a Bács-Kiskun vármegyei kupa első fordulójában. Annak ellenére, hogy nagy volt a hőség helyzetekben, gólokban sem volt hiány a 90 perc során. Változatos volt a játék. Egy öngóllal szerzett vezetést a kékmezes Kunfehértó, a klíma pedig indokolta az ivószünetet, amelyet amolyan időkérésként is fel lehetett fogni. Kérde a szélén, másik szélén, jó? Hozzuk ki, jó? Oké, kérjük el. A kis szünet a halasiaknak tett jobbat, mert Angyal Kenderévén megszületett az egyenlítő gól, de nem sokáig örülhettek a hazaiak. 2 perccel később ismét a KFC kapujába került a labda. A szünetben 2-1-re vezettek, és álltak tovább jutásra a fehértójak. A szélfal, Geri, lépj be vele, vannak mögötte! A második 45 percben is potyogtak a gólok. A semleges nézők nem unatkoztak, a halasiak többször is visszajöttek a meccsbe. A KFC küzdött, de a mindent eldöntő, továbbjutást érő gólt a kunfehértóiak szerezték. Kiskuhalasi FC Kunfehértó 3-5. Azért érződik, hogy nagyon-nagyon meleg volt. Tehát az öltözőben annyi időt voltunk bent, amíg átöltöztünk és jöttünk ki, mert 45 fok körül volt az öltözőben, tehát lesevetkeztünk, már leizzadtunk. Rányomja a bélyegét. Nyilván azért ilyen melegben nem jó játszani, ahogy mondtam. Erőllét hiányosság az abszolút rányomta a bélyegét. Ellenben volt 5 cserénk, 5 minőségi csere, úgy gondolom az a csapat javára vált mindenféleképpen, hogy tudtunk ritmus váltani. Könnyelmű gólokra tudtunk időben reagálni, elkerülni a következőt. Van hova fejlődnünk, de még van egy pár hét ebből melegből, úgyhogy tanulnunk kell belőle. Úgy érzem, hogy benne volt a meglepetés, mert voltak lehetőségeink. Most ugye sokan jöttünk ide újak, és még ugye most állunk úgy össze, de én büszke vagyok mindenkire, mert hajtottunk, küzdöttünk. Igazából kaptunk ilyen 3 ilyen elkerülhető gólt, ugye volt egy öngól, meg egyéni hibákból, de jó lesz, én úgy érzem, hogy ez a csapat ez többre lesz képes a bajnokságba. A felkészülés az jól sikerült, ugye edzés látogatottság az jó volt, ilyen 16 fővel küzdöttünk, meg edzőmeccseken is jól álltunk fel. Én úgy érzem, hogy ez a bajnokságra egy idő után ki fog jönni a fiatal lendület, meg a 1-2 ütönös játékos ugye van köztünk, és akkor szerintem ez jó lesz. A hosszú hétvégét szabadidős elfoglaltsággal vagy közösségben tölteni szándékozó halasiak számára fontos információ lehet, hogy a Kiskunhalasi gyógyfürdő a következő napokban is a megszokott nyitvatartással várja a strandolni vágyókat. Pénteken és szombaton éjszakai fürdőzésre is lehetőség nyílik, vasárnaptól keddig pedig reggel 6 és este 9 óra között lesz nyitva a strandfürdő.